Zselízen vagyunk, az Istergránum régió legészakibb települése, több szempontból is különleges hely. A hátam mögött lévő kastély századokon át volt az Esterházy család nyári rezidenciája. Franz Schubert közel 30 művét komponálta itt. És kevesen tudják, de a Záher torta története is valahol itt kezdődött Zselízen. Tartsatok velem! A zselízi Záher házban vagyunk, mert hogy kevesen tudják, hogy a Záher torta Zselízről származik, és itt előttünk ez egyébként egy eredeti zselízi Záher sütemény, Záher torta. Hogy kapcsolódik össze a család története Zselízzel? Hát ez a történet, a Záherék története egészen az 1840-es évekig nyúlik vissza, amikor is az Esterházyak meghívására az akkor már viszonylag befutott Franz Záher, aki szakácsmesterséggel nem csak sütemények készítésével, hanem vacsorák és ebédek készítésével is foglalkozott az Esterházyaknak a meghívására, megérkezett Zselízre. Azt tudni kell, hogy a zselízi Esterházy kastély az először ilyen nyári rezidenciaként szolgált az Esterházyak számára, de hát nem tudták nélkülözni a finom kosztot, és ezért Franz Záhert is elhozták. De maga a sütemény ez ugye Ausztriához kötődik a legtöbb ember fejében, egyébként muszáj lesz megkóstolnom. Itt ugye a lokál patrióták azt állítják, hogy a legfinomabb a zselízi Záher. Egyértelműen. Mint az eredeti. Egyértelműen. Tényleg nagyon sok helyen kipróbáltuk, sőt még az eredeti a hotel tulajdonosainak meghívására is a delegációnk ott volt Bécsben. Elvileg két eredeti, van az originál Záher torta, ezt csinálja a Hotel Záher, és van a Demel által forgalmazott Záher torta a szomszédjukban. Ez pedig a zselízi Záher torta, ami szerintünk a legfinomabb egyértelmű. De meg nincs külön védjegye. Nincs külön védjegye. Tényleg egyébként hasonlít a mézes kalácsra, amit szlovákul perniknek mondanak, tehát hogy ilyen kakaós tészta és közötte lekvár. Igen, egyértelműen, tehát egyöntetű vélemény, csoki öntetű vélemény, hogy ez a zselízi, ez kevésbé száraz, tehát a tésztája kevésbé száraz, mint az eredeti bécsinek. Meg talán töményebben csokoládés a bécsi, nem? Tehát olyan csokisabb. Igen, hát ha már itt kérdeztél arról, hogy a tortáknak a születéséről, tehát rengeteg mítosz és legenda kapcsolódik a Záher torta felfedezéséhez. A legeredetibb, vagy hát a legközkedveltebb az az, hogy Franz Záher 17 évesen, még konyha inasként dolgozott Bécsben, Metternichnek a konyháján, az ismert Metternich kancellárnak a konyháján, és amikor a főszakás lebetegedett, akkor ezt a konyhainas bízták meg azzal, hogy gyorsan vacsorára készítsen egy fogást, végül is egy vacsora fogást, és gyorsan akkor készített el a mendemonda szerint a Záher torta ősét. A Záher torta mellett felbukkannak az Esterházyak, Schubert, hát egy kulturálisan nagyon érdekes vagy izgalmas hely lehetett. Milyen volt Zselíz összetétele a 19. században? Milyen emberek éltek itt? Milyen volt itt az élet? Zselíz egy falusi, egy ilyen kicsit parasztias település volt. Két világ élt. Az egyik volt az uradalom és a hercegi vagy grófi családnak a birtoka, amihez beletartozott a park, a kastély és a kastélyt és a parkot övező uradalmi házak. Például egy ilyen ház, az a Záher ház is. Tehát ezek sokkal magasabb szintű építészetileg is, és funkciójában is sokkal magasabb szintű házak voltak, és ők éltek maguknak egy életet, egy zárt környezetben, és volt körülöttük a falu. De egy párhuzamos társadalmak voltak tulajdonképpen. És az Esterházyak Zselíz, tehát az 1800-as években, vagy 1700-as években is nyári rezidenciaként használták. Tehát nagyon sokáig, nagyon hosszú időn keresztül ők nem itt laktak, hanem amikor megunták Bécset és Pozsonyt, akkor eljöttek ide vadászgatni, meg eljöttek ide ilyen kellemes időt, a nyári hónapokat itt eltölteni ebben a gyönyörű parkban. 1944-ig tartózkodtak itt az Esterházyaknak a leszármazottai, és még találunk olyakat, akik még ma is élnek, és még az ő anyukájuk, vagy az ő szüleik önálluk szolgáltak. És ők még el tudják mesélni azt az életet, ami akkor volt. Ami számunkra most, ez már egy ilyen szinte hihetetlen volt, az a tiszteletet parancsoló, tehát egy ilyen főúri élet. Főúri, így van. Ők tényleg az osztrák főnemességnek az abszolút csúcsköreibe tartoznak, és tartoztak és tartoznak ma is. Társaimnak és nekem is az a feltett szándékunk, és ebben viszonylag sok munkánk van és lesz is a jövőben, hogy megpróbáljuk megőrizni Zselíznek azt a történeti magvát, ami még megmaradt. Amiben most ülünk, ennek egy része is egy ilyen történelmi épület, tehát ezt a néhány történelmi épületet igyekszünk megmenteni. És hogyha kialakítjuk az általunk Esterházy korzónak elnevezett ezt a történeti teret, akkor azt hiszem, hogy szinte korlátlan lehetőségeink vannak.
ennek a fejlesztésére. Nagyon szép ez az udvar, még így felújítás előtti állapotban is. Hogy kapcsolódik ehhez a térhez Franz Schubert? Schubertet az Eszterházi család hívta meg, házi tanítónak, Eszterházi János Károly családja, és akkor, amikor első ízben jött, akkor Eszterházi Karolinát és Eszterházi Máriát tanította. Amikor másodszor jött 1824-ben, akkor már Albertet is tanította zongorázni és énekelni. A két hölgyről, a két gróf kisasszonyról tudni kell azt, hogy nem akármilyen énekesek voltak. Hogyha megnézzük azt a kottát, amit Schubert itt Zselízen írt nekik, mint énekgyakorlatot, hát láthatjuk azt, hogy a szoprán szólam, amit Mária énekelt, és az alt szólam, amit Karolina énekelt, nagyon, de nagyon igényes. Tehát csak úgy leblattolni, a mai szóval mondva, nem lehetne, tehát azért az gyakorolni kellett. Zselízen a nagyon sok négykezesre komponált zongoraművet, és erre kell büszkének lennünk, hogyha a Schubert életének, életművét figyeljük, akkor ez kapcsolódik elsősorban Zselisz, ez a négykezes zongoradarabok. Mi az, amit tudunk Schubert itt töltött időszakáról? Egészen pontosan mennyi időt töltött az Eszterházi kastélyban? Amikor először járt itt 1818-ban, akkor kevesebbet, de akkor szerezte több művet. Ez volt az a boldog időszak, amiről azt írta, hogy úgy élek itt, mint egy isten. Azt csinálok, amit szeretek, tehát komponálok és zenét tanítok. Tehát megvolt a komfortja is, megvolt a szabadsága is, és megvolt az alkotói ihlete is ebben a gyönyörű parkban. Igen, így van. Akkor körülbelül 20 művet írt Zselízen, és legközelebb, ugye tudjuk azt, hogy közben ő otthon beteg volt, 6 év telt el, 1824-ig, és a betegsége után került ide, másodszor Zselízre, akkor 2 hónappal többet töltött itt, mint az első alkalommal, de csak körülbelül 10 igazi művet tudunk, amit tényleg itt írt. Egyébként az összes mű, ha összeszámoljuk, amelyeknek valamilyen közük van az Eszterházi családhoz, az körülbelül 50. Milyen volt a kapcsolata ehhez a helyhez? Ehhez a napirendjét kellene elképzelni, tehát ő viszonylag későn kelt. Annak nagyon egyszerű a magyarázata, mert sokáig fönt volt. Este volt egy föllépésszerű, tehát amikor a Schubert műveket, a legújabban begyakorolt műveket a gróf kisasszonyokkal, vagy néha egy nagyobb társasággal előadták. Tehát egy házi koncert gyakorlatilag. Így lehetne mondani, tehát házi koncert. Na most ehhez gyakorolni kellett. A gyakorlás az általában a délelőtt volt, a reggeli után. A reggeli valamikor 10-kor volt, megreggeliztek, következett a tanítás, ebéd, valószínűleg nem együtt ebédelt a grófi családdal, ő mégiscsak egy szolga volt, és ezt nem engedhette meg magának a gróf, hogy őt leültesse. Érdekes, nem? Belegondolni, hogy mi hogy tiszteljük a nagy zeneszerzőt, és azért ő nem ehetett együtt a grófékkal. És a délutánja szabad volt, ilyenkor sétált a parkban, itt-ott kilovagolt a Tergenyére, ez egy szomszédos falu, azért, mert ott voltak németek, tehát német ajkúak. Itt Zselízen nem tudott szót érteni az itteni magyarokkal, csak esetleg a személyzettel. Amikor ilyen négykezes zongora darabokat játszanak, az igazi az, hogyha egy férfi és egy nő ül a zongorához. Mert a Schubert valami gróf kisasszonnyal játszotta együtt, és bizony vannak a részek, ahol a jobb kéz, a bal felén ülőnek a jobb keze átnyúlik a másiknak a bal keze fölött, lehet, hogy pillanatra hozzá is érhetek kezéhez. Hát ez nagyon nevetséges, hogyha ezt mondjuk két férfi adja elő, mert a Schubert nem így képzelte ezt az átnyúlást. A férfi és nő között pedig milyen frivol, nem igaz? De mondjuk Zselízen nem volt szerelmes senkibe, egészen véletlenül állítólag, Schubert? Állítólag Karolinába, ez legenda én szerintem, mert hát egy gróf kisasszonyban nem volt engedélye arra, hogy hát de az érzelmeknek legyen. Nem lehet parancsolni, igen. Az érzelmek nincsenek tekintettel a rendekre, meg az arisztokráciára. Igen, de volt a személyzetben egy hölgy, egy Pepi nevezetű, Pöckelhofer, akiről tudjuk azt, hogy viszonya volt Schuberttel. Tehát ez egészen biztosan. Tehát ha a szerelem nem is, de valami viszony volt. Igen, így van. Milyen volt Schubert személyisége abból, ami fennmaradt utána? Milyen ember lehetett ő? Azon kívül, hogy későn kelt. És kereste a német ajkúakat, és jól érezte magát Zselízen. Zárkózott volt, az biztos.
és gátlásos volt, ezt tudjuk. Barátai följegyezték róla, hogy mindig izzadt a tenyere, tehát, és hogy rettenetes büdös volt, írja az egyik. Hát ugye akkor nem voltak szegény. Még dezodorok, meg nem lehetett minden nap csak úgy zuhanyozni, mert hát az nem is volt a házban. És hát nagyon rövid látó volt, tehát szemüveg nélkül nem tudott elolvasni semmit, ezért általában a műveket is úgy szerezte, hogy fejben komponált, és amikor este leült gyertyafény mellett nagyon erős szemüveggel írta meg aztán a kéziratokat, és lehet a kéziratokon is látni, hogy mivel nagy hangfejeket írt, nagy hangjegyeket írt, hogy igenis rövid látó volt. Kisgyarmaton vagyunk, ez a falu a 6 kurtaszoknyás település egyike, többek között az egyik különleges ismertetőjegye, védjegye, a nagyon szép és nagyon ritkaság számba menő népviselete. Julia, hogy alakult a története ennek a népviseletnek? Eredetileg rövid szoknya volt a neve. De mindenki kurtaszoknyaként utal rá. Igen, mert 1950-ben itt alakult egy csemádok szervezeten belül, előadták a kisgyarmati kurtaszoknyás lakodalmast, és akkor adták neki ezt a megnevezést, hogy kurtaszoknyás lakodalom. Pedig ez nem kurtaszoknya, ez rövid szoknya. Akkor rövid szoknya, de ugye én amennyit utána olvastam, kettő ilyen eredet történetet is találunk. Egyrészt, hogy a magyar, mint lovas nemzet, a lóra termett lányok, asszonyok a rövid szoknyában ügyesebben tudták megülni a lovat, a másik pedig egy török korabeli legenda, hogy a török valamilyen főúr kérte azt, hogy a lányoknak legyen rövidebb a szoknyája? Igen. Egy logikus elgondolás ez, mert ugye ő azt követelte, hogy szerette volna a menyecskéknek, a lányoknak a lábát látni, és mivel ugye addig fél lábszárig élő szoknyát hordtak, és ugye ez galibázott, és akkor rövidítette meg, hogy igen, tessék levágni a szoknyából, hogy ő láthassa a menyecskéknek és a lányoknak a lábát, de viszont a menyecskék furfangosabbak voltak, mert állítólag, hogy a szoknyát lerövidítették, de viszont a derék részt azt letették egész a farra. Úgyhogy nem nyert el vele semmit a helyi asszonság, az kifogott rajta, de viszont a szoknya az mégiscsak rövid maradt. Ha jól tudom, akkor csak maga a felöltése majdnem egy órát vesz igénybe. Igen. Ott a szalagokkal, meg a minden alsó szoknya, felső szoknya. Mik a legjellemzőbb részei a lány népviseletnek, vagy a menyasszonynak? Hát most, ami némileg, amit már látni ki van készítve, ez egy menyasszonynak a viselete. Így hogy kell tenni föl ide a tetejére? Hogy igen, néz? Egész le. Le, így? Valamikor a menyasszonyoknak fátyol helyett, mert nem volt fátyol, csak 1940-es évektől viseltek a menyasszonyok fátylát. Ilyen kicsi kis koszorú volt. Hátul? Igen, hátul. Ilyen kis színes pántlikákkal esetleg meg is mutatom. Jó, rendben, ez így a koszorú mögött volt. Aha. Így. És ez helyettesítette a fátylat. Aha. Így. Ez a piros csezgős csizma. Milyen csizma? Piros csezgős csizma. Ja, mert hogy így? Igen, amint lép, az megcsörön a lába. Minden egyes lépésnél csak a nagy lányok hordták, és az új menyecskék. Uh-huh. Az új menyecskék, amikor megszülték az első gyermekét, akkor váltott feketére, uh-huh. és a piros csizma akkor már félre volt éves. Ennek az az egyedisége, hogy ezek forgatható csizma volt. Ami azt jelenti, hogy nem volt lábra szabva, nem volt jobb láb, és nem volt bal láb. És ez azért volt, mert ugye, hogy ezek a csizmák valamikor ezek testvérről testvére, rokonról rokonra. Tehát minden családban egy volt, mondjuk? Igen, és akkor ugye hát ez kopott. És azért volt ez forgatható, hogy amelyiket például első vasárnap jobb lábára hordta, a másik vasárnap bal lábára, ugyanis, hogy a sarok és a talp egyenletesen kopjon. És ennek a 6 településnek miért alakult úgy, hogy ennyire fontos volt a népviselet? Hát nem tudják, hogy hogyan keveredett ki ez a népviselet, ez a 6 község, hogy és mint alakították ki ezt a népviseletet. Erre ők se tudnak magyarázatot, sajnos mi se tudunk magyarázatot adni erre, hogy miért ez az egyedi 6 község, aminek ilyen egyedi népviselete. Sőt, nem csak hogy a viselet és a szoknyáknak a ráncolása is. Az is egy egyedi dolog, mert itt minden egyes szoknya kétszer van ráncolva. Mi volt akkor, amikor egy hölgy abba a korba ért, hogy már nem igazán volt ildomos neki rövid szoknyát hordani? Akkor is ezt hordták. Tényleg? Igen.
Mondjuk egy 50-es, 60-as? Igen, csak akkor már elmaradtak ezek a díszítő ellenek, akkor már egyszerű volt a népviselet. Kisgyarmaton itt mindig az volt, hát meg is lehet látni, hogy itt azért megvan szabva az, hogy itt ennek mint a skatúja, így szokták mondani, skatúja, ráma, úgy kellett állni a szoknyának, az ingnek, és ehhez hasonló mindennek. Nem rám vannak méretezve ezek a ruhák, de ha már itt vannak ezek a csodaszét darabok, legalább egy kicsit belebújni. Így ment az új menyecske a templomba Kisgyarmaton annak idején. Szerintem nagyon menő és különleges viselet, hogyha valaki kedvet kap hozzá, lehet Juliánál jelentkezni. Igen. Kicsit trehány, de megvan. Kicsit trehány, de azért úgy nagyjából hoztuk megvan. Azt a formát, amit kell. Nem 100%-osan. Jó.